Óbecse mintegy 300 regattázót látott vendégül, akik a 13. nemzetközi vajdasági regatta keretében látogatták meg a Tisza mellett fekvő partjainkat és városunk nevezetességeit. A regatta június 21-én indult a Duna felől Újvidékről, és a 9 nap vitorlázás alatt 250 kilométeres utat tesznek meg a természet és a hajózás szerelmesei a vajdasági folyók és csatornák mentén a következő útvonalon. Újvidék, Titel, Nagybecskerek, Begaszentgyörgy, Magyar Szent Mihály, Törökbecse, Óbecse, Szent Tamás, Petrőc, Újvidék. Az idei regatta szlogenje hajózható csatornákat a termékenységért. Mi úgy döntöttünk, hogy jó házigazdákhoz illően vendégül látjuk őket, és ebédet biztosítottunk a számukra, továbbá idegenvezetőt is, aki bemutatja a városunk nevezetességeit. Mindenképpen fontos és jelentős, hogy 5 év után egy ilyen regatta megjelenjen városunkban, elsősorban Óbecse és a község népszerűsítése szempontjából, és az egyes emberek miatt, akik majd újra visszatérnek egy napon városunkba, hiszen ők mindannyian a természet, a környezet, a folyó szerelmesei, ez vonza őket, és újra visszahozza majd hozzánk. Főleg akkor, ha mint jóházigazdák megvendégeljük őket és szépen fogadjuk, akkor az biztosan az emlékezetükben marad. Mindannyian nagyon szeretünk idejönni, mert egy gyönyörű kikötő van a csatornán, ahová mindannyian szépen elférünk, kijöhetünk a partra és barátkozhatunk. Óbecse pedig mindig szépen fogad bennünket. Nagyon szeretjük megismerni az adott hely kultúráját. Mi ugyanis a nap felét a vízen töltjük, a másik felét pedig a kijelölt helyen. És mivel Vajdaság multikulturális hely, minden településnek megvan a maga története, szokásai, életmódja. És mi ezt szeretnénk bemutatni a regattázóinknak, akik Szerbia különféle helyeiről és külföldről jöttek. És arra is törekszünk, hogy minden regatta évről évre egyre változatosabb legyen. A résztvevők többsége Újvidékről és környékéről, 4 külföldi csapat pedig Szlovéniából, Horvátországból, Ausztriából és Bosznia-Hercegovinából érkezett. Sokan nem is tudják, hogy Vajdaság milyen gazdag vízi útvonalakkal rendelkezik a rekreációs hajózás szempontjából. Ezen a regattán 2009 óta gyakorlatilag népszerűsítjük a Duna-Tisza-Duna csatornát, amely 600 kilométeres. Ez egy szép hajózási útvonal, egészen más, mint a Duna, Tisza vagy a Száva, amelyen a legtöbb rekreáló hajózik. Mi ezt az utat szeretnénk népszerűsíteni, hogy az emberek a későbbiekben saját maguk is elinduljanak és itt hajózzanak, itt töltsék az évi szabadságukat. A regatta egyébként utoljára 5 éve járt Óbecsén. Az idei regattát a Vajdasági Erdőtelepítők Mozgalma is Újvidékváros támogatta, amely idén először adott hont a regattázóknak a Nemzetközi Duna Napon június 29-én, amikor minden polgár számára szórakoztató és ismeretterjesztő programot szerveznek. Dunai csónakázással a legkisebbeknek, tűzzsonglőrökkel, az Amália együttes koncertjével és tűzi játékkal. Az Óbecsei Népkönyvtár megjelentette az idéni már hagyományos regionális verspályázatot 10-től 18 éves gyerekek és fiatalok részére, szerb és magyar nyelven, Zajedno együtt elnevezéssel. A verspályázat a gyermekek és fiatalok kreativitásának megerősítése, a költészet és az írott szó népszerűsítése, valamint regionális irodalmi együttműködés céljából valósul meg. Az, ami ezt a pályázatot megkülönbözteti a hasonló pályázatoktól, éppen a kétnyelvűsége, amelyen a költemény felolvasása egy időben történik szerb és magyar nyelven. A résztvevőknek így alkalmuk van arra, hogy élőben hallgassák mindkét nyelvet, ami szerintünk kiemelten fontos jelentőségű. Emlékeztetünk arra, hogy a projektet 2020 óta valósítják meg, és a versenyen Szerbiából, Magyarországról, Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából és Montenegróból vesznek részt gyerekek és fiatalok. A propozíciók ugyanazok, mint eddig. A szerzők 2 verset küldhetnek be. A feltétel az, hogy a versek eddig nem jelentek meg sehol, teszi hozzá Mariana Gyákovics. Ami a pályázat feltételeit illeti, az általánosak mellett
az, hogy a szerzőknek tudniuk kell, hogy jogukban áll két verset beküldeni. Tehát ha van olyan fiatal, aki mindkét nyelven ír, tehát szerbül és magyarul is, jogában áll mindkét nyelven részt venni a pályázaton. Amit még szintén fontos kiemelni, az, hogy a szerzők kizárólag olyan versekkel vehetnek részt a pályázaton, amelyeket eddig még nem jelentettek meg sehol a nyilvánosság előtt, még a közösségi oldalakon sem. A projekt további tevékenységeket irányoz elő, a versek nyilvános felolvasása, költészeti műhelyek, kiállítás, amelyekre a finálé előtt kerül sor. Tekintettel arra, hogy idén ünnepeljük Petőfi Sándor jubileumát, mi azt tervezzük, hogy a tanév kezdetén nyilvános versolvasást fogunk tartani Petőfi verseiből, ugyancsak szerb és magyar nyelven. Reméljük, hogy sikerül majd még egy kiállítást szervezni október 20-áig, amikorra tervezzük a díjkiosztót és a győztesek kihirdetését. A költeményt és a jelentkezést a matitsna.becsej@gmail.com e-mail címre kell elküldeni, a szerző rövid életrajzával. A szerzői művek beküldési határideje 2023. szeptember 29-e. A regionális verspályázat idén is a Művelődési Minisztérium égisze alatt kerül megrendezésre, amely 100 000 dinárral támogatta ezt a gyermek és ifjúsági irodalmi kreativitás megerősítését célzó projektet. Óbecse idén júliusban is otthont ad a hagyományos kosárlabdázó tábornak 7-től 13 éves fiúk és lányok számára. Az idei második 8 napos találkozó szervezője a Becsei Kosárlabdaklub. A táborba pedig az óbecsei sportolók mellett a romániai Temesvárról érkező New Generation Club tagjai is ellátogatnak. Körülbelül 40 kosárlabdázó edz naponta kétszer, emellett fedett uszodák kapacitása is rendelkezésükre áll, ami teljesebbé teszi és gazdagítja a tábort. Ebben a váltásban a táborban 45 diákunk van, ennek körülbelül a felét képezik a klub tagjaink, de itt vannak a temesvári klub tagjai is, akik a tél folyamán is már vendégeink voltak. A tábor úgy lett felépítve, hogy két edzésünk van naponta, plusz bizonyos versenyek. A kosárlabdázásban való fejlődés mellett a célunk még, hogy a gyerekek barátkozzanak és ismerkedjenek különböző környezetekben élő gyerekekkel. Eddig minden remekül halad, a gyerekek elégedettek. Arra számítunk, hogy a táborból új tapasztalatokkal gazdagodva térnek haza a résztvevők. Az edzések között a fedett medence nyújtotta lehetőségeket használjuk ki, ami relaxációra szolgál, és a fedett medence is biztosítja számunkra a szükséges feltételeket. A legfontosabb, hogy mind a fiatalok, mind az edzők jól érezzék magukat a táborban, és a technikai és taktikai felkészülés mellett élvezzék a társasági életet és az új baráti kapcsolatokat. I'm so glad to be here again in Becsey. Nagyon örülök annak, hogy már sokadszorra itt lehetek Óbecsén, már 2012 óta, ezért Óbecse számunkra egy különleges város. Ami a tábort illeti, itt rengeteget dolgozunk, az edzők rendkívül professzionális módon foglalkoznak a gyerekekkel, és minden kitűnő, remekül szórakozunk, és a gyerekek élveznek itt lenni. Nekem nagyon jó itt, versenyezünk, játszunk. Nekem nagyon jó itt. A gyakorlatok és edzések elég nehezek, van fiatalabb és idősebb csoport. Én az idősebb csoportban vagyok. Nekem nagyon tetszett, amikor versenyeztünk a kosárdobásban. Jó barátokat ismertem meg. Angolul beszélgetünk, és nekem ez nagyon szórakoztató. Jól érzem magam ebben a táborban, és örülök, hogy eljöttem. Sok barátot ismertem meg Romániából. Számomra nehezebbek a futásgyakorlatok, de ugyanakkor nagyon érdekesek is. Minden gyakorlat más és más, és minden nap valami újat csinálunk. Ezért számomra ez nagyon érdekes. A Becsei Kosárlabda Klub által szervezett következő tábor júliusra van kiírva, amikor is az óbecsei kosarasok fogadják bukaresti társaikat.